Ismét itt vagyunk a Lőrinc TV aktuális magazin műsorával. Köszöntöm kedves nézőinket, képes ajánlónkkal kezdünk. Nézzük mai ajánlatunkat, munkaerőpiaci lehetőségek, állásbőrze és munkakeresés praktikái. A múlt és a hagyomány kötelez, százinduló a Kisdiák Fesztiválon. Ballagtak és vizsgáznak is, mozgalmas napok az Újhelyiben. Tehetségnap az Egymében, 13 intézmény diákjai mérettettek meg. Lafarge egészség és munkavédelmi napok, ahol legfőbb érték az ember. EP választásra hangolva, május 26-án adhatjuk le szavazatainkat. Mindez ma itt a Lőrinc TV-ben. Uniós források állnak rendelkezésre annak érdekében, hogy javuljon idehaza és így térségünkben is a foglalkoztatás. Mindez a munkaerőpiac szereplőinek egymásra hangulásával is elérhető. Erre volt példa a közelmúltban Szentlőrincen is. Egyedülálló szakmai programra invitálta a Viapan Group cégcsoport a térség gazdasági társaságainak képviselőit, illetve a munkát keresők népes táborát. Mindez egy komplex GINOP projekt keretében valósult meg Szentlőrincen, karriernap és állásbőrze címen, amely ingyenes rendezvényként kiváló lehetőséget teremtett a szakmai kapcsolatok építésére és a munkaerő toborzásra. Itt találkozhattak a potentáltak a járás munkaerőpiacának meghatározó tényezőivel és szakértőivel, szakmai előadás keretében megismerhették a jelenlegi foglalkoztatási lehetőségeket, és megoszthatták tapasztalataikat a többi résztvevővel. A program az Együtt a munkavállalásért Baranya megyében GINOP 515 program keretén belül valósul meg. A cél, hogy főleg az alacsony iskolai végzettségűek visszakerülését a munkaerőpiacra támogassa. Oly módon, hogy különböző munkaerőpiaci szolgáltatásokkal, fórumokkal, ahol jelen pillanatban most is vagyunk, karriernapok, toborzási események révén nyújtsunk olyan jellegű segítséget, hogy újra, ismét vagy teljesen más formában visszakerüljenek a munkavilágába. Mennyire fogadókészek rá általában, mik a tapasztalatok, akarják-e azt, hogy bevezessék őket ismételten a munkaerőpiacra? Nagyon sok olyan technikát kell alkalmaznunk, ami elősegíti a célcsoportot, illetve irányítsuk arra, hogy milyen lehetőségeik vannak, miért jó a elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedni. Erre több típusú szolgáltatásaink vannak, amiket tanácsadó kollégák, szakértők nyújtanak. Hosszú folyamat a kormányhivatalokkal, konzorciumi partnerekkel, önkormányzatokkal való együttműködés, és egy elég komplex és nem könnyű folyamat eredménye, hogy a célcsoportot arra inspiráljuk, hogy a munka örömét megtalálják. Nézzük a másik oldalt, a munkaadókat, őket mennyire lehet bevonni egy ilyen táncba? Alkalmasak-e arra, hogy akár fórumok tekintetében is bemutassák saját magukat? 8. alkalommal rendezzük meg a programsorozat részeként a karriernapokat. Mindenképpen fontos, hogy elfogadtassuk a munkáltatókkal azt a lehetőséget, hogy ez egy lehetőség. Természetesen mind írásos sajtóban való megkeresés révén tájékoztatjuk őket a programról. Akik részt vesznek és részt kívánnak venni, és az előző hét program eredményeit tekintve elmondhatjuk, hogy ha egy vagy kettő álláskeresőt találnak már egy-egy fórumon, akkor már sikeresek ezek a rendezvények. Tehát várjuk őket a következő eseményeken is. Két házigazdája is van Szentlőrincen az eseménynek, az egyik az önkormányzat, a másik pedig a kultúrház. Fogadókészség milyen volt? Köszönjük szépen a polgármester úrnak a pozitív fogadtatást, és nagyon örülök annak, hogy nagyon örülünk, mint program megvalósító, hogy ilyen sikeresen együtt tudtunk működni, és remélem, hogy a közeljövőben is a program részesei lesznek az önkormányzatok és mind a művelődési ház is. Milyen módszerek léteznek és alkalmazások, amely segítségével az imént említett munkát keresők valamilyen szinten visszakerülhetnek minél előbb a piacra? Vannak-e olyan fogások, trükkök, ami ezt elősegíti? Igen, rengeteg olyan szolgáltatástípus van, ami mind időben, mind tartalmában, mind mélységében változó. Minden esetben a szakértőink, tanácsadóink, akik részt vesznek a programban, megvizsgálják először, hogy mire van igazán szüksége. Orientációra, tanácsadásra, mély interjúra, pszichológiai
támogatásra, vállalkozóvá válás elősegítése a cél, vagy egyszerűen csak az, hogy ami már megvan szaktudást, azt merre tudja kamatoztatni. Tehát nagyon sokrétű. A fogadókészség visszatérve úgy tűnik, hogy akik részt vesznek álláskeresők a programba, sikeresebben el tudnak helyezkedni a munkavilágába. Elek Juditta mindennapokban találkozik a foglalkoztatottakkal, hiszen HR tanácsadóként gyakorlatilag felkészíti őket a munkavállalásra. Mik a hiányosságaik általában? Miben gyengék a munkavállalók, amiben egy kicsit meg kell erősödni? Én ezt inkább másképp fogalmaznám meg, nem gondolom, hogy gyengék lennének, vagy gyengébbek lennének. Mindenkinek megvan az erőssége, és inkább azokra a dolgokra kell helyezni a hangsúlyt, illetve a munkaadóknak is arra kell odafigyelni, hogy esetlegesen a bizonyos munkavállalóknál mik azok a készségek, képességek, vagy jártasságok, amikben az illető személy, vagy az illetők ügyesebbek, és olyan munkaterületet érdemes választaniuk, amiben a képességeiket kamatoztatni tudják. Úgy képzelem a munkaerőpiacot, mint a farkasok küzdelme, hozzá kell jutni az utolsó koncig a munkához. Gyakorlatilag ehhez kiváló önéletrajz kell, motivációs levél. Azt hiszem, ezek megírás azért perdöntő lehet. Így van, nagyon fontos és nagyon lényeges, hogyha valaki álláshirdetésre, olyan álláshirdetésre jelentkezik, amiben önéletrajzot, fényképes önéletrajzot is kell küldeni. Ma már több helyen az interneten is letölthetők különböző önéletrajz minták, amik segítséget tudnak nyújtani abban, hogy milyen is egy jó önéletrajz. Most már időrendi sorrendben visszafelé szokták megadni a munkahelyeket, illetve a tanulmányokat is. Amit én személy szerint szeretnék javasolni, hogy egy jó fénykép az mindenképp a névjegy része, tehát a HR-esek, illetve a személyzetisek szeretik, hogyha fényképes önéletrajzot kapnak, és mindenki lényegre törőnek kell lennie, illetve azokat a fontos információkat érdemes tartalmaznia, amik a munkával kapcsolatosak lehetnek, amire ők szeretnének jelentkezni, illetve betölteni azt az adott munkakört. Lehet-e, kell-e készülni egy felvételi elbeszélgetésre? Mi lehet itt perdöntő? Lehet készülni, hogy nem, igen. Gyakorlatilag egy bizonyos sémát azért nem lehet azt mondani, hogy minden munkahelyen, illetve minden HR-es ugyanazokat a kérdéseket teszi fel, hiszen egyáltalán nem így van. Ez főként az adott munkakörtől függ, hogy milyen kérdések lesznek. Vannak standard kérdések természetesen. Ez általában a bemutatkozást jelenti, amire fel tudnak készülni a jelöltek, tehát mondjuk egy 3-5 perces bemutatkozásban mit is szeretnének magukról elmondani. Ez már eleve egy picit így segíti az állásinterjúnak a kezdeti szakaszát. Generációk találkozása a munkahelyen, azt hiszem, perdöntő lehet, tehát felvettek az új munkahelyre, és hát fiatalként tapasztalom, hogy nagyon sokan vannak előttem a ranglétrán. A mai fiatalság türelmetlen, és szeretne mindjárt vezetőbeosztásba kerülni. Ez néha azért feszültséget is okoz. Igen, ez valamelyest valóban így van, ők egy icipicit türelmetlenebbek, de azt gondolom, hogy nem csak a mostani generációkra igaz ez, hanem hogyha valaki kilép a munkavilágában és elvégzi az iskolát, akkor szeretne minél hamarabb elérni egy olyan pozíciót, amivel jól érzi magát. Hát ez általában vagy sikerül, ugye, vagy nem. Türelem kell hozzá, ugye? Türelem kell hozzá, és kitartás. Én azt gondolom, hogy ennek a kulcsa a kitartás gyakorlatilag, illetve az életen át tartó tanulás, képzés, a lifelong learning. Ha valaki folyamatosan képezi magát, akkor, és kitartóan teszi azt céltudatosan, akkor előtte van a siker. Ugyanakkor nagy erőssége a mai generációnak az informatika világában való nagy mozgástere, a kütyük világa gyakorlatilag erősítheti is pozícióikat. Így van, sőt ez a napjainkat most már teljesen átszövi, tehát nagyon kevés munkahely az, ahol ne találkozhatnánk
az internet, illetve a különböző informatikai dolgokkal, úgyhogy az MS Office programoknak a felhasználásával, illetve egyéb programoknak a használatával mindenképp érdemes tisztában lenni, és javaslom, hogyha ki teheti, az egy LCD elvizsgára menjen el lehetőleg. Polgármester úr, minden olyan fórumon ott van, ahol munkaerőpiacról esik szó, hiszen Szentlőrince is egy úgymond olyan kérdés ez, amit meg kell előbb-utóbb oldani. Hogy látja, hogy sikerült ez a mai fórum? Én nagyon örülök minden ilyen rendezvénynek, ahol arról szól, hogy munkát adnak embereknek, illetve a munkaadók és a munkavállalók egymásra találhatnak. Én 5 évvel ezelőtt is azt mondtam, hogy a legfontosabb az, hogy a munkahely az legyen egy családban, legyen egy embernek munkahelye, hiszen ez meghatározza az egész légkörét, az ő életét, hiszen ha tudja, hogy van egy biztos jövedelme, és egy megfelelő összegű biztos jövedelme, akkor az egész családnak a hangulata, légköre. Tehát akkor nem megosztott családokról beszélünk, hogy apa külföldön dolgozik, vagy hetelni jár valamelyik másik megyeszékhelyre mondjuk, hanem az a legoptimálisabb, hogyha legalább a közelbe, hanem is Szentlőrincen, de legalább mondjuk a baranyai megyeszékhelyen, Pécsen, vagy a közelbe Szigetváron, vagy valamelyik baranyai településen tud munkát vállalni, akkor ez azért meghatározó egy család életébe. És ennek a cégnek a jelentkezését is, hogy amikor itt megkerestek, hogy lenne ez a mai rendezvényük, akkor nagy örömmel fogadtam, hiszen ha csak egy-két embernek tudunk újabb munkalehetőséget biztosítani, ha csak össze tudják hozni a munkavállalót és a munkáltatót, akkor már nyert a történet, nyert Szentlőrinc városa is. Több fórum itt elhangzott, és hát nagyon sok információval bombáztak a jelenlévőket. Mit tartana a legfontosabbnak az elhangzottakban? Én azt gondolom, hogy a személyes felelősségvállalás azt mindenkinek át kell éreznie. Tehát ő saját maga mit tud azért tenni, hogy el tudjon helyezkedni. Ugye hát én azért tanárként dolgoztam azért nagyon hosszú évtizedeken keresztül. Én azt látom, hogy a hozzáállás az nem mindenki részéről azonos, illetve az, hogy az állandó továbbképzés. Tehát azért változnak a technológiák, változik a technika, utána kell menni az embernek, tovább kell magát képezni, nem csak a maga az embernek is, hanem a munkáltatónak is azért erre áldoznia kell, hogy tovább képezze a jól teljesítő munkavállalóit, hogy megtartsa, de személyes felelősségünk is van ebbe a munkavállalónak, hogy ő azt a feladatot még évek múlva is el tudja látni, és a cégnél tudjon dolgozni. A közfoglalkoztatás az egyik legnagyobb foglalkoztatói szféra Magyarországon, így az önkormányzatokra gondolok elsősorban. Fontos az, hogy a minőségi munkahelyet ez is megmaradjon? Én azt gondolom, hogy ez egy átmeneti időszakra tekinthető csak megoldásnak. Korábban a városnál 160 munkavállaló volt a közfoglalkoztatásban, ma már városi szinten 60 főt sem éri el. Tehát nagyon sokan megtalálták a versenyszférában a helyüket, és el tudtak helyezkedni. Ma, akik megmaradtak, azok vagy családi okok miatt, tehát vagy egy beteg nagyszülő, vagy szülő, vagy a gyermekeket egyedül neveli mondjuk a gyerekét, és ezért nem tudja elhagyni a várost, és kényszerből vannak, részben ilyenek is vannak, hogy kényszerből vannak a közfoglalkoztatásban, illetve vannak olyanok, akik valljuk be, mentális problémák miatt nem tud elhelyezkedni, és itt ez az átmeneti időszak azért náluk azért már több évre is kitart, vagy több évig elnyúlik. Ez állami feladat lenne, én azt gondolom, nem lehet az önkormányzatokra ráterhelni, hogy ezt meg kelljen oldani. Én is abban a véleményem az, hogy nem segélyből kell megérni embereknek, el kell indulni reggel dolgozni, de ezeket az embereket nagyon nehéz irányítani, nagyon nagy türelmet igényel a munkairányítóktól, hogy az adott feladatot ellássák ezek az emberek, akik ilyen mentális problémákkal küzdenek, de ezt valahogy az önkormányzatoknak meg kell oldani. De most még egyszer azt mondom, hogy elsősorban ez állami feladat lenne, és állami finanszírozásból kellene ezt a problémát kezelni. A Lőrinci Karriernap és Állásbörze a tudásmegosztás egyedülálló szintere volt, amely során a Senk és társa, a Láfás Szemengyár, a Viapont Dologidő, a Melódiák és a Déli Szomszédok Nyugdíjas Szövetkezet mutatkozott be és adott állás lehetőségeket. A nap hasznosan telt minden szereplő szempontjából.
Dicső múltra rendelkezik már Lőrincen a Kisdiák Fesztivál. Kiváló seregszemle ez a környék iskoláinak, hogy bemutassák tehetségeiket, a kultúra valamelyik ágán szárnyaikat bontogató gyermekeket. Íme összeállításunk. Száz diák, 40 produkciója szerepelt az idei Kisdiák Fesztivál repertoárjában. A Szentlőrinci és a környező települések iskoláiból érkező gyerekek ezúttal is szenzációs programról gondoskodtak. Vers, próza, színjáték, tánc, muzsika és ének színesítette az idei műsort, amely egyben verseny és megmérettetés is volt a maga módján. Így hát a zsűrinek sem volt könnyű dolga a 26. Kisdiák gálán, amely 6. esztendeje nőtte ki magát járási fesztivállá. Pozitív gondolatokkal és pozitív emlékekkel emlékezem erre vissza. Én mindig nagyon szerettem produkciókat hozni és részt venni ezeken a fesztiválokon. Most már immár olyan 17-18 éve. Színes mindig a felhozatal, itt a környező iskolák mindig hozzák azért a színvonalat? Igen, minden iskola igyekszik minél komolyabb produkcióval fölkészülni, és elég változatos a kép, igen. Mindenféle fajta produkciót láthatunk. Ez ilyen összkulturális rendezvény, gyakorlatilag a kultúra minden szegmensében jön valami? Igen, mert régebben voltak rajzok is, zene, színjátszás, tánc, tehát igen, a kultúrának minden fajtáját láthatjuk. Maguk a szervezők nagyot mertek álmodni 25 évvel ezelőtt, úgy látszik, hogy ez az álom, ez a mai napig azért él. Igen, él, és az emberek már ezt meg is szokták, készülnek rá kollégák, gyerekek, egy szint ez tulajdonképpen, ahova a gyerekek eljuthatnak, egy megmérettetés. Nézzük, hogy milyen az idei színvonal. Gyakorlatilag elsők között jöttek a produkciók, amelyet önök tetszettek hozni. Mivel lepték meg a nagy közönség? Az idén a hagyományainkat folytattuk színjátszás témában. A Nemzeti Tehetségprogram pályázatát valósítottuk meg ebben az évben is. Ez a pályázat ugyanúgy, mint régebben integrációs pályázat, ahol az épértelmű gyerekek dolgoznak együtt a tanulásban akadályozott társaikkal. Ebben az évben visszamentünk egy picit korosztályilag, az épértelmű gyerekek közül az első osztályosokat választottuk, és hozzájuk kerestünk körülbelül hasonló készségekkel, képességekkel rendelkező idősebb gyerekeket, a tanulásban akadályozottak közül, harmadik, negyedikes gyerekeket. Miről szól maga a produkció? Ludas Matyi történetét dolgoztuk fel ebben az évben. Úgy vélem, hogy ez a munka gyakorlatilag, amikor benne vannak, akkor a legszebb. Maga az előadás az már csak egy pont az íre, gyakorlatilag az együtt töltött órák a legfontosabb. Igen, egy csapatot kovácsolunk ilyenkor össze, és ez a nagyon fontos hozadéka, hogy a gyerekek megtanulják egymást elfogadni, és együttműködni megtanulnak, támogatják, segítik egymást, és igen, hát az íre a pontot az előadást teszi fel. Túl voltunk a produkción, gyakorlatilag milyen volt a fogadtatás, maga a nagy közönség mennyire díjazta ezt a produkciót? Amit én láttam és hallottam, szerintem nagyon pozitívan, ahogy a szülőktől kaptam visszajelzést, mindenki nagyon pozitívan értékelte és nagyon elismerően nyilatkoztak erről. Tanár úrral elmondhatjuk, hogy gyakorlatilag az alapítók között volt a Kisdiák Fesztiválok tekintetében. Milyen volt ezt elindítani annak idején? Hát bizony az indulás az érdekes volt, nagyon régen volt, hiszen ez most már a 26. tehát 25 évvel ezelőtt, mikor elindult, akkor egy próbálkozás, hogy na vajon milyen lehet ez az egész. Gyakorlatilag egy ki mit tud típusú találkozó ez. Először csak lokális volt, csak Szentlőrincre koncentrálódott, aztán később valamikor a 9.-10. volt, amikor már regionálissá vált a Kisdiák Fesztivál. Mindig nagy izgalommal készültünk, és hát természetesen nem volt ilyen sok szereplője, mert azért be volt szűkítve egy napra. Aztán később két napos lett, akkor már azért nagyon nagy résztvevői létszám volt, amit azért elég nehéz volt végigkövetni, mert hát egyik nap, akik voltak, nem biztos, hogy meghallgatták egymást. Ez kicsikét olyan szempontból volt rossz, hogy nem nagyon találkoztak a szereplők egymással, hiszen akkor még három iskola volt, és a három iskola diáksága nem nagyon tudott találkozni. Tehát ez egy jó találkozási pont is volt az egyben. Az is pontosan, hiszen a különböző iskoláknak különböző profilja volt,
és nagyon egyéb rendezvényeken nem nagyon tudtunk találkozni, tehát egy március 15-e, ez nem nemzeti ünnepeink, azok nem erre szolgáltak, hanem itt, amikor találkoztunk, sokszor akkor tudták meg egymás a gyerekek, hogy nálatok működik kórus? Hát persze, hogy működik, hiszen annak idején az egyes iskolában, a kísérleti iskolában a Zsóka, aki vezette a kórust, hát rendszeresen készült, templomi koncert rendszeresen készültek, amire már nagyon sokan nem is emlékeznek, hogy ilyenek voltak. Ha megidéznénk a múltat és pár kiváló produkciót, neked így kapásból mik ugranak be? Hát az egészen az elejéről például beugrik az, amikor itt mi a növendékekkel, három nagyon jó növendékemmel összehoztunk egy részfúvós kamara együttest. És hát ez úgy indult, hogy lesz ez a kisdiákfesztivál, megcsináljuk. És akkor együtt maradtunk. Annyira együtt maradtunk, hogy a Pécsi Rádióba is meghívtak minket. Annak idején Kovács Attila riportot is készített, egy vasárnap délelőtti műsorban leadták, sőt, ennek az együttesnek a műsorát a Kossuth Rádió is leadta. Tehát voltak olyan kezdeményezések, és aztán az egy tartóssá váló kis kapcsolat volt, hogy 8-10 éven keresztül a tagok ketten addigra már egyetemre jártak Pestre, és hétvégente próbáltunk, mert nem tudtunk máskor. Nekik hétvégén volt szabadidejük, akkor leutaztak, hazajöttek, próbáltunk, és a szereplésekre pedig hát megbeszéltük, hogy másfél hónap múlva lesz egy szereplésünk, jöjjetek el, és akitől nagyon nagy segítséget kaptunk az valamikor a Mecséri István plébános úr, ugyanis volt olyan, hogy nem tudtunk hol próbálni. És mondtam plébános úrnak, hogy ne haragudjál plébános úr, nem tudunk hol próbálni, mit tudsz segíteni, templomba bementünk. Jánoskám, itt a kulcs, bementek a parókiára, ha végeztetek, dob be a postaládába, én majd jövök, nekem miséznem kell. Elment vasárnap reggel, mi próbáltunk, bedobtuk a kulcsot, ilyen egyszerű volt, csak meg kellett találni a helyszíneket. Hosszú életű volt, ez volt a San Laurentius, Szent Lőrinc részfúvós kvartett. Mondhatjuk, hogy egy összművészeti rendezvény, egy dobbantó is lehet egy kultúrába szakosodó ember életében. Tudsz olyanokat a múltból, akik mondjuk esetleg itt mutatkoztak be, vagy itt kezdték el szánybontogatásukat, és ma már befutott művészek lettek? Hát olyan igazán nagy művészekről így nem beszélhetünk, inkább olyanokról, akik... A pályán maradtak. Valamennyire, tehát nem úgy a pályán, hogy úgymond profivá, hiszen aki zenével foglalkozik, az lett amatőr, ha nem tanulta, de nagyon szereti, zenéskolában tanulta ugyan, nem ez a hivatása, de lehet olyan is, aki ezt tanulta, és aztán azt folytatja élete további részében. Többen is volt, akinek többek között abban a kis együttesben, a Szent Lőrinc részfúvós kvartetben volt egy nagyfiú, hát most már komoly felnőtt ember, 30 év fölött van, a Demko Laci, aki amikor itt befejezte a tanulmányait, leérettségizett, Pestre került, és elment is megkereste a Benkójékat, a Benkó Sándor, a Dixielandet, és őnekik voltak olyan projektjeik, amiben behívtak több embert, és többek között ez a Demko Laci is játszott abban a csapatban, amikor többen voltak. Tehát van, aki folytatja a hangszeres életét, de olyan igazán pályára, tulajdonképpen akiket mondhatunk, ketten vannak. Egyik az Lehmann Angéla kolléganőnk, aki itt indult valamikor kisgyerekként, úgymond saját nevelésünk, a másik pedig Balini Jó Barbara, aki szintén itt indult nálunk, zenekarban szerepelt, aztán egy kicsit kikapcsolódott, mert tanult, erre-arra anya szerepet vállalt, és most már itt van. Tehát azért vannak, akik úgy folytatják, hogy elkezdték gyerekként, hát ha lesz belőle valami, hát ha tanár lett belőle, velünk dolgozik. Nagy respekt azoknak, akik ezt kitalálták, így többek között Gödöny Zsuzsának, aki ezt szívügyének tekintette hosszú évtizedeken át? Hát amennyire öröm, annyira nyilvánvalóan rettenetes nagy munka, mert iszonyatos szervezést igényel. Tehát Zsuzsának is rengeteg dolga volt ezzel, mert hiába ő megkérte határidőket, játékidőket, de mindig valami beleszól, egy betegség, bármi, ami esetleg az előre megbeszélt levélen rögzített dolgokat befolyásolhatja. Hát bizony Zsuzsának ebben nagyon nagy szerepe van, és hát a mindenkori fenntartónak, mert azért ők ezt elvárták. Tehát nem az volt, hogy ha van, csináltok valamit, akkor jó, ha nem csináltok, úgyis jó, nem. Ezt már elvárták. A közönség, a lakosság is elvárta, szülők is. Tudták, és mi is úgy készülünk, hogy ez most megvan, de jön a következő. Tehát azért nem lehet úgy leülni a babérra, hogy akkor most 3-4-5 évig most nyugi van. Nem, mindig van valami, és amikor egyszer elindul valami, amit ugye Zsuzsáik is indítottak, a Gödöny Zsuzsáik, akkor utána ezt vinni kell, mert elvárják. Gyerekek, szülők, település. Jó itt lenni?
Nagyon jó, mert a felkészülés, ahogyan itt már volt szó a beszélgetés során, a felkészülés az izgalmas. A semmiből valamit teremteni, de az az egy alkalom, amikor összejövünk is, és a mű színpadra, közönség elé kerül, hát az az igazi, amikor nem az van, hogy na figyelj, most akkor kezdjük újra, kezdjük harmadszor, negyedszer, ne odaállj, ide állj. Tehát mindig vannak olyan pillanatok, amikor gyakorlunk, de az igazi az az előadás, hiszen ez egyszeri. Ott végig kell menni, hogy a király új ruhája. Királyon nem volt semmi, de akkor büszkén végig kellett menni. Úgyhogy ez is egy kicsit olyan, mint a mese, hogy elindulunk, és akkor ez a pont az én, ahogy az előbb szó volt róla. A 26. Kisdiák Fesztivál ismét bizonyította létjogosultságát, a rengeteg résztvevő nívós produkciói mind-mind visszaigazolták a várakozásokat. Jövőre pedig már 27. alkalommal kerülhet majd sor a rangos eseményre, amely igazi kincses tár a térségünknek. Kedves tűzünk, a következő percekben egy kicsit az oktatásra fogunk foglalkozni. Vendégem az Újhelyi iskola igazgatója, Szabó Zoltán, akit nagyon nagy tiszteltek köszöntök a stúdiumban. Hát egy nagyon izgalmas és tartalmas időszak közepette sikerült igazgatórat becsempésznünk egy kicsit a stúdióba, hiszen most is éppen vizsgák folynak az iskolában. Hogy állnak a srácok? Alapvetően a múlt héten az érettségi vizsgák írásbeli része nagy rész lement. Ezen a héten még 3 vizsga van vissza tanulóknak. Biológia, szakmai írásbeli és az informatika vizsga. Az idei évben 45 tanuló fog nálunk érettségi vizsgát tenni, 135 tantárgyból fognak vizsgázni. Én nem tudom elképzelni, ki izgul ilyenkor jobban, maguk a diákok vagy a pedagógusok, mert én biztos vagyok benne, hogy mind az osztályfőnök, pedig a szaktanárok ilyenkor egy kicsit amiatt is izgulnak, hiszen az ő felkészültségük is ilyenkor visszacsatolásra kerül. Ilyenkor nem csak a tanuló, az iskola, pedagógusok és az osztályfőnökök is megmérettetésre kerülnek. Tehát gyakorlatilag ez közös feladata, sikeres érettségi teljesítése. És ha gond van valahol, valamelyik tantárgy résznél a megfelelő következtetések levonása következő évi javítási lehetőségek miatt. Tehát talán nem is ez a lényeg, hanem hogy menjenek át a srácok, minél szebb eredményt elérjenek. Hát igazgató úr abban a szerencsés helyzetben van, hogy az intézmény ikonjaként hát már jó pár érettségit és ilyen szakvizsgát megélt már. Hanyadiknál tartunk? Hát jelenleg a 26. évbe vizsgáztatok, vagy bonyolítjuk le ezeket az érettségi és szakmai vizsgákat. Ez egy hosszú időszak. Együnk egy kicsit komolyabb szót arról, hogy a színvonal hogy változott az évtizedek során. Én azt hallom a régi öregektől, hogy a 70-es, 80-as években az érettségnek nagyobb rangja volt még, egy kicsit az érettségi színvonala is magasabban volt. Ebből mit élt meg ön annak idején és manapság? Én is úgy látom, hogy egy kicsit higult az érettségének a követelmény szintje, de ez egyértelműen azért nem mondható ki. Én azt látom, hogy a 2-esi, esetleg 3-asi könnyebb feladatok vannak föladva, mint korábbi időszakban. 4-es, 5-ösél nagyjából hasonló szintű feladatok vannak. Most is élik tudni a másodfokú egyenlet megoldó képletét, a nagyobb költőink születési idejét, hát jellegzetesebb költeményeit, úgyhogy azért kell itt tudással rendelkezni jócskán. Fel kell készülni alaposan a tanulóknak, és tulajdonképpen a korábbi időszakhoz is bővült a tananyag, tehát a kombinatológia például matematikából bejött, valószínűségszámítás bejött, óraszámok kicsit csökkentek, kevesebb óra alatt kell megtanítani, és ez is egy kicsit közrejátszhat abba, hogy rövidebb idő alatt
nehezebb megtanítani a nagyobb tananyagot, és ez komoly szakmai kihívás jelent a tanárok és a tanulók számára. Ha már szakmai kihívás, egy kicsit a szakmákról is ejtsünk szót, és hát arról, hogy itt szakmai vizsgák is folynak, gyakorlatilag egy külön tudásanyaggal kell itt ebből a tekintetben rendelkezni. Szakmai vizsgák közül a egyik szakmai vizsga már lebonyolódott, a tizedikesek a szintvizsgán túl vannak, teljes osztály jelesre vizsgázott, tehát minden tanuló jelesre vizsgázott. Gratulálunk is innen nekik, meg a tanároknak is. Ilyen jó eredményünk még nem volt. 81%-os tudásszint fölöttől 5-ös a tanulmányi eredmény, és ez minden tanuló teljesítette a 81% fölötti szintet. Szakmai vizsgák közül a technikusoknak ma volt az írásbeli vizsgájuk, a szakgimnazistáknak szerdán lesz az írásbeli vizsgájuk, és akkor utána a szóbeli vizsgák következnek a technikusoké május végén, a gazdáké június elején, és utána a szakgimnazistáké június közepén. Szóbeli érettségi vizsgákkal plusz szakmai vizsga. Mi a tapasztalat? Melyiket szeretik jobban, vagy melyiktől tartanak jobban a diákok? A szóbelitől, vagy az írásbelitől? A különböző készségek, képességek hogy csapódnak le egy-egy diákban? Általában az írásbelitől tartanak jobban. Az írásbeli vizsgák egy kicsit kiszámíthatatlanabbak. Szóbeli vizsgáknak a témakörei többé-kevésbé ismertek a tanulók részére. Tehát ott olyan nagy meglepetés nem érheti őket. Itt vannak azért tételek, amiből föl lehet készülni előre. Igen, igen. Tehát olyan nagyobb meglepetés nem érheti őket. Az írásbelinél ott bármit betehetnek, illetve ami bonyolíthatja a helyzetet, hogy minden évben összeállítják a feladatsorokat, és több feladatsort állítanak össze, és a kevésbé ismert, kevésbé fontos témaköröket is valamikor be kell tenni. Hát emlékszem én rá, hát mi magunk is vizsgáztunk azért annak idején, hogy amikor így az ember szembesül a feladattal, akár az írásbelini, akár a szóbelini, akkor először megáll benne az ütő, és onnantól elkezd dolgozni az ember agya, és akkor mégis csak összerakja magába akár a vázlatot, hogyha egy szóbelire készül, akár pedig sorba ugranak be akár az évszámok, akár a tudásanyag, úgyhogy megvan ennek azért a feelingje, hangulat egy ilyen vizsgának. Igen, tanulók nagy részénél, tehát a mostani szakközépiskolásoknál és a szakgimnazistáknál a házi vizsgákon kívül ez az első komolyabb megmérettetés. De azért jót tesznek ezek a házi vizsgák, ugye egy kis rutint adtak azért a diákoknak. Azért csináljuk a kísérettségit, házi vizsgákat, hogy legyen egy kis rutinjuk, mert sokszor blokkolhatnak egy bizottság előtt, és amit tudnak, az se biztos, hogy kiadják magukból, ezért kicsit rászoktatjuk a bizottság előtti felelésekre korábban. Azért el kell állni a kedves nézőknek, akik netán még nem vizsgáztak így érettségén vagy más vizsgákon, hogy ilyenkor azért segít egy kicsit a bizottság a szóbeliknél. Tehát, hogyha érzik ezt a kis blokkolást egy diáknál, akkor minden segítséget megkap ahhoz, hogy ez oldódjon, és előbb-utóbb a tudás előjöjjön. Alapvetően az a cél, hogy egy reális tudást mérjünk föl, és ha blokkolás van, akkor a tanár rásegítő kérdésekkel megpróbálhatja rávezetni. Természetesen akkor lehet csak rávezetni egy tanulót, ha van tudás mögött. Tudás. Emlékszem én az érettségünk kapcsán, hogy főleg ugye az írásbelik után izomlázam volt szinte, hiszen az ember ilyenkor megfeszül, és órákon keresztül ebből a feszült állapotban van, az bizony az izma is megérzik. Rengeteg energiát kivesz az emberből, de ez egy bizonyítási lehetőség, hogy tényleg hosszú évek tudásanyagát hogy tudom visszaadni gyakorlatilag a feleltető tanárok számára. Ez tanulónként eltérő a vizsgadruk, és ennek a levezetése. Vannak olyan tanulók, akik görcsösen izgulnak, és azoknál előfordulhat akár az izomláz is. Vannak olyan tanulók, akik
közve könnyebben veszik a rutinból, rutinból, és ezt erre próbáljuk őket felkészíteni. Igazgató úr, így az izgalmas és a nagyon szép, úgymond hangulatos napok egymást váltják ebben az időszakban, hiszen közvetlenül a vizsgák megkezdése előtt volt a ballagás az iskolában. Hogy élték meg az idei ballagást? Alapvetően a ballagási műsor színvonalas volt, akár a korábbi évekhez képest is kimondottan jó sikerült. A sportcsarnokunk tele volt, sok érdeklődő, sok szülő, sok rokon eljött a ballagásra a tanulókhoz. Ez mindig egy ilyen megható szertartás, ez a ballagás, és egy picit ilyenkor elgondolkodnak a végzős tanulók is egyik oldalról, hogy jön az érettségi, másik oldalról meg elképzelhető, hogy többször unták az iskolát, iskolába járást, de amikor a búcsúzás pillanata közeledik, akkor ilyenkor elérzékenyülnek. Ez egy mérföldkő. Most nem minden tanulónál jelentesz szakítást az iskolával, hiszen lehetőségük van tanulmányaikat iskolánkban tovább folytatni, technikus joglevelet szerezve. Tanulók egy jelentős része felső fokra felvételizik, tanulók egy része az halasztani szokott az egyetemen, és befejezi a technikusi képzést, technikus joglevelet szerez. Akit esetleg nem vettek föl első évbe, az a technikus joglevéllel plusz pontot tud szerezni a felvételin, és akkor még nagyobb eséllyel tud sikeresen felvételizni, és szerez egy gyakorlatias végzettséget és ismeretet, amivel nagyobb esélye van munkában történő elhelyezkedésre is. Pár héttel ezelőtt itt a stúdióban arról beszélgettünk éppen, hogy országosan milyen szép eredményeket ért el az újhelyi. Gyakorlatilag azokon a listákon, amely iskolák közötti sorrendet állít föl, ott van a legjobbak között, ami egy nagyon nagy dicsőség, egyrészt az iskola vezetésének is, diákjainak, másrészt magának a városnak is, hiszen Szent Lőrinc neve is ott van ezeken a listákon. Igen, büszkék vagyunk az eredményekre, tehát az országos kimutatás szerint a hozzáadott értéket vizsgálva, tehát az általános iskolás tudásszinthez történő hozzáadást, amit a kompetenciaméréssel értékelnek, plusz a szakmai vizsgák, érettségi vizsgák eredményét veszik figyelembe. Ezen a területen szakközépiskolai mezőnyben országos harmadikak vagyunk. Ez nagyon kiugró eredmény, tehát ez az ország összes szakközépiskoláját figyelembe véve. Ez egy vonzerő is lehet azok számára, akik a jövőben képzelik itt el tanulmányaikat, hiszen egy ilyen patinás iskolában öröm azért beiratkozni és ott tanulmányokat folytatni. Én úgy értélem meg, hogy az iskola hírneve továbbra is jó, beiskolázás vonatkozásában is jó állunk, tehát a 2019-es 20-as tanévre fölvett tanulók száma megfelelő számú. Itt a számított létszámunk 30 fölötti mindegyik osztályunknál, ami kimondottan jó eredménynek számít. Ha hiszik, ha nem, kedves nézők, ebben az iskolában is nagyon imádkoztak az elmúlt hetekben a jó esőért, a csapadékért, ami hál' Istennek meg is érkezett, mert hogy nem itt tangazdaság is van, és hát a növényeknek itt is kellett, ugye, vár a csapadék. Igen, a téli csapadék sajnos országosan kevés volt, ami fejlődésben egyik oldalról az őszi vetéseket visszafogta. Másik oldalról a tavaszi vetésű növények keléséhez, fejlődéséhez is csapadékra volt szükség, és ezen kívül nem csak a tápanyag felszívódás miatt, hanem a növényvédőszerek felszívódása és hatásmechanizmusa miatt is. Ezeket oldani kell, és be kell, hogy kerüljenek a talajba. Munkákat elvégeztük időbe, csapadék megérkezett, úgyhogy jó esélyünk van az idei évben is kimagasló termelési eredmények elérésére. Büszkék vagyunk arra, tavaly is kukoricából
13,8 tonnát termeltünk, ez közel kétszerese a megyei átlagnak. Hova kerül egyébként ez a termény? Termények egy részét az állattenyésztésünkbe felhasználjuk takarmányként. Van egy takarmánykeverő részlegünk, ahol a tanulók elsajátíthatják a különböző tápok előállítását, gyártását, és a termények többlete, ami nem kerül felhasználásba az állattenyésztésünkbe, az értékesítésre kerül. Te irány a piac ezek szerint. Egy iránt jó tudni azt, hogy pár hét van vissza az iskolából. Gondolom ez a pedagógusoknak és a diákoknak is egy megnyugtató tudat, hiszen itt a véghajrá, utána egy kicsit lehet szusszani azok számára is, akik még itt folytatják majd a következő tanévben, kicsit magasabban, más osztályokban a tanulmányaikat. Elvégre pedig a pedagógusokra is majd rá fog férni egy kis pihenés. Ez természetesen így van, viszont kicsit bonyolultabb a helyzet, mert a szakképzésbe nyári összefüggő gyakorlatokon kell részt venni a tanulóknak, és természetesen ehhez tanárok is szükségesek. A továbbhaladás feltétele a nyári gyakorlat teljesítése. Akkor nem irány a tenger, hanem a kukoricatenger gyakorlatilag sokak számára, ugye? Ja, hát mindenkinek kiadjuk a szabadságát, csak nem úgy van, mint egy általános iskolában vagy gimnáziumban, hogy kiosztották a bizonyítványt, lezárták júniusban a tanévet, és akkor augusztus végéig nagyon sok gondja nincs a pedagógusnak. Nálunk folyamatosan nyári összefüggő gyakorlatok vannak, majdnem az egész nyár vonatkozásában, ahol meg kell oldani a kollégiumi elhelyezést, étkezést meg kell oldani, szállítást meg kell oldani, gyakorlati képzést meg kell oldani, tehát be vannak osztva a tanárok nyári gyakorlat idejére is. De hál' Istennek az iskola vezetése és pedagógusa is a helyükön vannak, tudják a feladatokat, úgyhogy ezek az időszakok is megoldásra kerülnek, mint ahogy minden egyes hét és hónap ebben az iskolában. Az új helyi nem hiába van ott, ahol van, ezen az országos listán, amiről már beszéltem. A mezőgazdaság az olyan, hogy főleg a növénytermesztés és a kertészet, amikor meghatározott időszakokban meghatározott munkákat kell elvégezni. Tehát ezeket nem nagyon lehet eltologatni az időbe, tehát a buzaérésnél kell aratni, és ahhoz, hogy lássák a tanulók az aratás, betakarítási munkát, azt nyáron tudjuk a részükre biztosítani. Gyümölcsösbe is a zöld munkákat, zöld válogatást nyári időszakba kell elvégezni. Tehát ezért komplexen úgy kell oldani, ha megszerveznünk a nyári gyakorlatot, hogy minden tanulási téma bekerüljön a tanulók tudatába. Igazgató úr, köszönjük ezt a rengeteg információt, a most vizsgázóknak nagyon sok sikert kívánunk, és hát akik esetleg nem is vizsgáznak, akkor még húzzanak bele, hogy ebbe a pár hétben még a bizonyítványon lehessen egy kicsit javítani, utána pedig tényleg jöhetnek a nyári munkálatok és a nyári elfoglaltságok. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm a lehetőséget. Átadták az Egymi torna termét, és ezzel párhuzamosan 13 intézmény számára tehetség találkozóra is sor került az intézményre. A következő percekben beszámol mindenről az intézmény vezetője. Csak egy kék színű virág, ennyi a jelünk, aki jön, mint barátunk, és boldog lesz velünk. Csak egy kék színű virág, mint a kezedben húzom. Csak egy kék színű virág, már hozzád tart.
elismerés az EGMI pedagógusainak és persze minden résztvevőnek a tehetségnap kapcsán, és persze az odavezető út és a befektetett munka is tiszteletet érdemel. Kitartást kívánunk emberfeletti munkájukhoz, csiszolják tovább a rájuk bízott kis gyémántokat. Mellesleg a rendezvény a Humán Reaktor elnevezésű program is támogatta. Az integrációt segítő rendezvényeink közül a tanévben a időben az utolsó helyen van a tehetségsegítő tehetségnapunk tulajdonképpen, ami azt a célt szolgálja, hogy a tankerületbe járó sajátos nevelési igényű tanulók meg tudják mutatni, hogy ők miben különlegesek még, miben tehetségesek, és így mérettették össze magukat. Sok tehetség van, sok csiszolatlan gyémánt a térségben? Hát igen, mondhatjuk azt, hogy ezek a tanulók, tehát a sajátos nevelési igényű tanulók, akik tehetségesek is egyben, mondhatjuk rájuk azt, hogy kettős különlegességűek, hiszen van problémájuk, küszködnek egyfajta problémával, ugyanakkor van olyan terület, ahol meg kimagasló teljesítményt tudnak nyújtani. Hogy lehet kihozni ezekből a gyerekekből a maximumot? Azért gondolom, hogy a pedagógusoknak is speciális készségeik kellenek, hogy legyenek, hogy ezeket a kis gyémántokat tovább csiszolják. Szerencsére több intézményben van nagy hagyománya a tehetséggondozásnak, így a mi intézményünkben is. Nagyon jó kollégák vannak, egyrészt akik a sportban, másrészt akik a művészet területén fedezik fel a tehetségeket, és hosszú kitartó munkával, illetve speciális módszerekkel juttatják el a mi tanulóinkat is ahhoz a sikerélményhez, amit egy tehetséges gyerek meg tud szerezni magának. Hol is így van, itiri-pitiri, hol volt, vagy nem volt, volt egy itiri-pitiri házacska, ott lakott egy itiri-pitiri kismacska. Volt annak két itiri-pitiri kisökre, rákapott egy itiri-pitiri kistöbre. Csizmát húz az itiri-pitiri kismacska, hová lett az itiri-pitiri balocska. Bejárja az itiri-pitiri kaszáló kiseltőt, és nem lehet az itiri-pitiri tekerni. Bejárja az itiri-pitiri kaszálót, és nem látja az itiri-pitiri kuszálót. Nagyon színes volt a program, meg annyi palettáját felsoroltatva, akár a kultúrának, vagy éppen a képzőművészetnek. Úgy érzem, hogy ebben rengeteg munka van, és tényleg nagyon sok felkészülés, hiszen úgy érkeztek ide ezek a gyerekek, hogy fel voltak készülve. Mi is azt láttuk, évről évre több tanuló érkezik hozzánk a tankerület intézményeiből, és ugyancsak mi is azt tapasztaltuk, hogy egyre felkészültebbek. Látják a kollégák az integráló intézményekben is, hogy körülbelül mi ez a rendezvény, milyen színvonalra kell felhozni a gyerekeket felkészíteni, és ehhez úgy veszem észre, hogy nagyon jól igazodnak, és hát nyilván rengeteg munka van mögött, és nem az utolsó pillanatban kezdik el a felkészítést, hanem már korábban, a tanév korábbi időszakában. Maga az EGMI egy tehetségpont, mit jelent ez Isten igazán? Korán felfedeztük azt, hogy annak ellenére, hogy sérültek a mi tanulóink, azért ki tudnak tűnni bizonyos területen, és ennek már több, mint egy évtizedes hagyománya van, hogy a tehetséggondozás nálunk ilyen jelentős szerepet kapott, és éltünk azzal a lehetőséggel, hogy regisztráltuk magunkat, mint tehetségpont. Ehhez több pályázati lehetőség is kapcsolódik, például ez a mostani tehetség délutánunk is, a Ma Tehetsz keretén belül egy FOP-os pályázatot is megvalósító rendezvény volt tulajdonképpen. Persze az is kell hozzá, hogy a tankerület is szponzorálja valamilyen szinten ezeket a rendezvényeket, sőt összefogja, koordinálja, és hát ilyen védernyőként gyakorlatilag felügyelje is. Igen, természetesen számíthatunk, és számítunk is a továbbiakban is a fenntartó segítségére, itt akár a jutalmazásban, akár pedig a szervezésben is a segítségünkre vannak. Hogy szerepeltek a Lőrinc intézmény gyermekeink?
Hát ugye itt két intézményről beszéltünk, a saját gyerekeinkről, hiszen ők is azért jelentős számmal részt vettek, illetve az ifjúságúti általános iskola, a Szent Lőrinc általános iskola tanulóiról is. Ügyesek voltak, büszkék lehetünk rájuk. Persze a kellemest össze lehet kapcsolni a hasznossal is. Egy intézmény részleg átadására is sor került, megújult a tornaterem. Gondolom nagy örömmel vették ezt birtokba. Igen, nagyon várták már a gyerekek, hiszen volt egy több hónapos időszak, amikor nem használhatták a tornatermet. Ilyenkor mindig mondtuk nekik, hogy türelem, látjátok, hogy haladnak a munkálatokkal, itt vannak, a bácsik dolgoznak, és bizony nagy öröm volt, amikor a csillogó parkettás tornaterembe beléphetett az első csoport, és újra birtokba vehették. Gondolom a projekt kapcsán is rengeteg egyeztetés folyt a tankerülettel, ők koordinálták magát a beruházást is, sőt felügyelték, és az elszámolást is persze ők végzik. Így van, több millió forint, 13 millió forint értékben zajlott ez a beruházás, és nem csak a tornaterem újult meg, hanem a kollégiumban és itt az iskolában is a nyílászáróink mindegyike mázolásra került, és néhány tanterem parketta csiszolása is belefért ebbe az összegbe. Kellenek az ilyen napok, amikor megkoronázzák úgymond a munkáját az intézménynek és az itt dolgozóknak? Ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy egy kis doppingot kapjon mindenki, egy kicsit újra erőre kapjunk, és lendületet vegyünk a továbbiakhoz, igen. Mondom, jó esőérzés azért a kitüntetett figyelem. Igen, örülünk neki mindenképpen. Nagyon megtisztelő volt számunkra, hogy a tankerületi igazgató úr is részt tudott venni a tehetségnapunkon, illetve a tornaterem átadása kapcsán is részt tudott venni a rendezvényen. Még egy nagy szusszanás, és itt a tanév vége, hogy készülnek erre a pár hónapra. Hát most igaziból, ahogy így nézem a naptárat, egy hónap az az időszak, amit még a gyerekek is itt töltenek az intézményben. Rengeteg programunk van, még országos sportversenyek várnak a sportoló tanulóinkra, hiszen ott is nagyon szép sikereket értek el a megyei fordulókban, Diákolimpián. Ezek most pont friss információk, ezekre készülünk, és hát a gyerekek pedig az évvégi felmérőkre, esetleg osztályozó vizsgák is itt vannak a küszöbön, a kollégák meg hát az utolsó erőforrásaikat mozgósítják, és ilyenkor a nagy hajrában még rengeteg feladat áll előttük. Lesz idei nyári tábor, szervezik valamilyen szinten? Igen, egy lehetőséghez jutottunk. Palotabozsokon egy ingyenes egyhetes táborban tudnak részt venni a 3.-4. osztályos tanulóink. Itt az odautazást kell csak biztosítani, és ebben is a tankerület a segítségünkre van, illetve sporttáborba készülnek a sportban tehetséges tanulóink, ami hagyományosan nagyon-nagyon jó programok szoktak lenni. Vettem ezen részt, mert azok a gyógypedagógus kollégák, akik ezeket a gyerekeket felkészítik, arra rábírják, hogy vegyék a bátorságot és kiálljanak, nagy munkát végeznek. Azt tudja igazán, aki normál, tagozatos intézményekből átjön és látja, hogy milyen erőfeszítést igényelnek ezek a produkciók. Én örömmel voltam jelen. Az, hogy ezek a gyerekek ebben az iskolában nehéz körülmények ből jöttek és tanulják a jót, és próbálják jobban nevelni őket a kollégák, azt apostrofálja, hogy mindenkor megérdemlik azt az ellátást, amit bárki más megkaphat. Ez a tornaterem már nagyon rég felújításra szorult volna. Hál' Istennek most adódott a Szigetvári Tankerti Központnak anyagi lehetősége arra, hogy saját költségvetési forrásból felújítsa ezt a termet. A nyilászáró szerkezeteket, a parkettát, a festést elvégeztük. Ez közel 14 millió forintos beruházás volt, örömmel adtuk át, megérdemlik ezek a gyerekek, használják egészséggel.
Minden elismerés az EGMI pedagógusainak és persze minden résztvevőnek a tehetségnap kapcsán, és persze az odavezető út és a befektetett munka is tiszteletet érdemel. Kitartást kívánunk emberfeletti munkájukhoz, csiszolják tovább a rájuk bízott kis gyémántokat. Mellesleg a rendezvényt a Humán Reaktor elnevezésű program is támogatta. Az egészség a legfontosabb kincsünk, ha elveszítjük, mindent elveszíthetünk. Ha egészségesek vagyunk, mindent elérhetünk, óvjuk hát féltve őrzött kincsünket. Ebben van segítségünkre a Lőrinc TV egészségőr magazinja. Magazinunk névadójához, a Lafarge cementgyárhoz látogatunk el a mostani alkalommal. Egészség és munkavédelmi hetek zajlanak épp, amely rendkívül kiemelt esemény a cég életében. Pillantsunk be a kulisszák mögé Hoffmann Tamás ügyvezető igazgató közreműködésével. Az egészség és a munkavédelem az egyik alapértékünk, másrészt pedig az egyik fő ambíciónk a teljes munkabaleset mentesség. Ami egy elég rögös és hosszú út, de igen jó helyen, vagy illetve igen jól haladunk előre ezen a téren. Mondhatjuk, hogy egy egészséges ember, egy kipihent ember az 100%-os munkára is képes. Hát most én nem bocsátkoznék számszerűsítésbe, de valóban nagyon fontos az, hogy a megfelelő munkagépek, illetve a megfelelő biztonsági szabályok mellett az embereknek a megfelelő felkészülése és a megfelelő hozzáérték és a tudatossága is a munkavédelmet szolgálja. Manapság mondjuk, hogy szemléletváltás az életben és az életvitelben. Egészségesen élni mit jelent ez manapság? Az egészséges életmód én azt gondolom, hogy egy teljességet ad a karrier és a családi élet mellé. Ugye nekünk nagyon fontos, mindig emlegetjük ezt az angolul úgy használt szót, hogy work-life balance, tehát a munka és a privát életnek a balanszát, és ez azt gondolom, hogy hozzá tudunk járulni azzal, hogyha nem csak tényleg a munkavédelemre koncentrálunk, hanem az egészséges életmódra, a környezettudatosságra, táplálkozásra, irodai ergonómiára, tehát van ennek egy nagyon sok terület, amiben mi is hozzá tudunk járulni. Persze a mindennapokban is jelen van mind a két terület, és hát gyakorlatilag elválaszthatatlan a mindennapi munkától, de van egy speciális két hét, a mostani két hét, ami gyakorlatilag arról szól, hogy még inkább képbe kerüljenek az itt dolgozók, és még inkább felegyenek vértezve tudással. Ez így van. Minden évben megszervezzük az egészség és munkavédelmi heteket. Ez egy programsorozat, ami tulajdonképpen tréning, beszélgetések, figyelemfelkeltés, egy csomó olyan hasznos plusz információ, ami ezt a bizonyos zéró ambíciót szolgálja, miről a riport elején beszéltünk. Nézzük néhány konkrétumot. Ezen a héten vagy heteken gyakorlatilag mi történik? Mivel kapnak plusz tudást ilyenkor az itt dolgozók? Mi az a plusz, amivel ilyenkor fel vannak vértezve? A napunk úgy kezdődött, hogy egy közös reggelivel, egy brunch-sal indítottunk, ahol gyakorlatilag elindítottuk ezt a hetet, ismertettük a programokat, beszélgettünk arról, hogy mire lehet számítani, és tulajdonképpen egy kötetlen beszélgetés keretében egy tesztet is kitöltöttünk a most éppen aktuális biztonsági kérdésekről. De egyébként holnap aztán masszázsal indul a program, aztán közlekedésbiztonsági programok lesznek, magasba végzett munka, illetve hamarosan érkezik egy VR szemüveg is a gyárba, ahol is a kollégáink ki tudják próbálni, gyakorlatilag szimulálni tudják a veszélyes helyzeteket, de teljesen biztonságos munka körülmények között egy VR szemüveg segítségével. Említeni tetszett a tesztet, gyakorlatilag ez egy jelenlegi tudásszintet is felmér. Fontosnak tartják, hogy ezeken a teszteken minél jobb eredmények szülessenek?
Igen, és most nyilván ez a teszt, ez egy frissítő teszt volt a tudással kapcsolatban, de ugye aki alvállalkozó, saját dolgozó megkezdi itt a munkáját a gyárban, az már eleve egy biztonsági tréninggel kezd, aminek nyilván aminek az eredményét tesztekkel mérjük le. De nem az a lényeg, hogy most kiszűrjük, hogy mi az, amit nem tudunk, hanem inkább az, hogy lássuk azt, hogy mik azok a területek, amikre fókuszálnunk kell. Nézzük mind a két területet egy kicsit részleteiben. Egészségesség. Mit tesz a gyár annak érdekében, hogy az itt dolgozók még egészségesebbek legyenek? Én tudok róla, hogy itt reggelente akár még gyümölcsöt is fogyasztatnak az itt dolgozók. Igen, utána a konyhában szívesen vendégül látjuk önöket is, banára, almával, bármivel tudunk szolgálni, ami tényleg vitaminban gazdag gyümölcsöt jelent. Ez azért tartjuk fontosnak, mert ugye reggeli rohanásban gyakori az, hogy elfelejtjük magunkhoz venni azokat a szükséges gyümölcsöket, tényleg vitaminokat, amik az aktív és egészséges munkavégzésekhez szükségesek, vagy munkavégzéshez szükséges, ezeket itt tudjuk pótolni akár a gyárban, a bányában, vagy az egyéb területeken. De például végeztünk tavaly egy felmérést azzal kapcsolatosan, hogy hogyan tudunk úgy ülni például a széken, hogy a gerincünket kevésbé vegye igénybe az ülő munka, és ennek megfelelően egyéni tanácsadást végeztünk, és egyéni bútorbeszerzést is hajtottunk végre azzal kapcsolatosan, hogy a gerinceket például kevésbé, illetve a kollégáink gerincét kevésbé tudjuk terhelni. Van-e olyan kapcsolatuk akár egészségügyi centrummal vagy intézménnyel, ahol felmérik az itt dolgozók egészségügyi állapotát? Nagyon jó a kapcsolatunk a Szent Lőrinci Egészségcentrummal, éves felméréseket tartunk, minden kollégánk részt vesz ezen a felmérésen, kapjuk a visszajelzéseket, illetve a tanácsokat is, hogy hogyan kéne gyakorlatilag még egészségesebben élnünk, és nagy örömre szolgál látni a Lőrinc TV-be is a programokat, amiket ugye a Lőrinc Televízió készít ezzel kapcsolatosan havi rendszerességgel. Ha itt a falra tekintek, akkor egészségügyi és munkavédelmi alapelveket is olvashatunk, ami azt jelenti, hogy a gyár tudatosan ezt a két területet exponálja a mindennapokban. Persze, hát erről szól, hogy ezért alapérték. Tehát hogy itt nem arról van szó, hogy mi most itt valamit kötelezővé teszünk, és előírunk, hogy élje egészségesen, végez biztonságosan munkát, hanem az alapérték az azt jelenti, hogy ez a gondolkodásmódunkat meghatározza. Tehát, hogy ez egy alapvető cél, és mindent ennek alá kell rendelni, ami a dolgozóink egészségét és munkavédelmét szolgálja. Ami nagyon szimpatikus, a gyárba belépve lehet látni, hogy hány napja nem okoztak balesetet gyakorlatilag az itt megforduló gépjárművek. Gyakorlatilag ez fel van tüntetve, mint szép eredmény a gyár életében. Igen, erre nagyon büszkék vagyunk, de azért ez egy nagyon érdekes mutatószám, mert most azt is gondolhatják, hogy több mint 1100 napja nem történt itt munkaidő kieséssel járó baleset, de ez nem szabad, hogy az embereket abból a szempontból megnyugtassa, hogy most hátradőlhetünk, hogy itt most minden rendben van, mert az ördög nem alszik. Folyamatosan oda kell figyelnünk, folyamatosan jelentenünk kell a velünk történő baleseteket, és nem azért, mert hogy ennek negatív konzekvenciája lenne, hanem azért főleg, hogy vegyük észre, hogy mik azok a rizikópontok, hol tudunk változhatni, hol tudunk még jobbak lenni, hol tudunk fejlődni. És tulajdonképpen ez a mutató, ez azt mutatja, hogy jó úton járunk, tehát azért itt 3 éve nem történt semmi komolyabb munkaidő kiesése járó baleset, de hát nagyon sokat kell dolgozni az, hogy ez a jövőben is így maradjon. Persze kell a védőháló, és kell az, hogy minél felkészültebben, kipihenten dolgozhassanak itt a láfás munkatársai. Ezt szolgálják gyakorlatilag az egészség és munkaügyi napok. Ennél kicsit többet, mert nem önmagában ezt, hanem ahogy említettem, a tudatosságot, tehát az, hogy fejben is felkészüljünk. Tehát nem elég kipihenten jönni, hanem tényleg körültekintően kell dolgoznunk, föl kell ismernünk a veszélyeket, föl kell ismernünk a rizikókat, ismernünk kell a szabályokat. Tehát egy csomó olyan dolgot, amit én igaziból a tudatossággal írnék le, ami sokkal több annál, mint csak az, hogy biztosítjuk a megfelelő kereteket. Másik kiemelt témánk a lávhás cementgyár esetében a bánya nyílt napok, amelyekre közelmúltba kerül sor. Mindig fontos a környezettel való kapcsolattartás, így a lakossággal is. Ezek a bánya nyílt napok is ezt szolgálják. Igen, most már azt lehet mondani, hogy hagyományos ez a rendezvény, minden májusban tartjuk meg. Igyekszünk így az iskola időszak végére időzíteni ezt a programot. Most az idei évben 2
nyílt nappal készülünk, ez a tavalyi évhez képest egy újdonság. Most külön választottuk a rendezvényt, az egyik rendezvény az szól a családoknak, baráti társaságoknak, piciknek és nagyoknak, a másik rendezvény az pedig kimondottan iskolás csoportoknak szervezzük meg. Ezt azért választottuk külön ezt a két rendezvényt, mert ezt a visszajelzést kaptuk, hogy ugye egyszerre nagyon sokan akartak egy-egy időpontra érkezni, és ugye mivel a délután a délután az, ami kényelmesebb mindenkinek, ezért így nehezebb volt összeszedni a csoportokat és végigvinni a technológián. Nézzük, hogy általában mi ösztönzi akár a családokat, akár az iskolákat arra, hogy egy ilyen programra benevezzenek. Mit kapnak gyakorlatilag ebben az egy-két órában? A bánya az egy nagyon különleges helyszín, ez kimondottan a cementgyártásnak az alapját képezi, ez a bükösdi kőbánya. Van egy históriája is ennek a bányának, és nagyon érdekes maga a törési technológia, illetve hatalmas nagy bányagépeink vannak, amik mindig megörvendeztetik, főleg a gyerekeket. Persze itt a különböző szabályok betartása mellett egy kicsit fölmehetnek ezekre a gépekre is, és természetesen átélhetik azt az élményt, ami otthon nem adatik meg számukra. Így van, tehát egyéni védőfelszereléseket is kipróbálhatják, amiben ugye a munkatársaink végzik a munkájukat, és fölmászhatnak, megismerkedhetnek ezekkel a hatalmas nagy gépekkel, és reméljük, hogy a jövő generációjából közülük fog kikerülni majd a jövő bányásza. Miért büszkesége akár ez a bánya, akár a technológia a Lafarge számára, mivel több ez, mint mondjuk más bányák, vagy más gyárak esetében? A környezetvédelemre gondolok elsősorban, és hát egyáltalán a környezettudatosság. A környezettudatosság a bányákban is megjelenik, csak úgy, mint a királyházi cementgyárban. A bánya is modernizálva lett, tehát ez korábban is egy működő bánya volt, viszont kimondottan, hogy a cementgyári alapanyagot szolgálja ki, ugye az anyagot és a mészkövet, ami szükséges a cementgyártáshoz. Ezért modernizálták tulajdonképpen ezt a bányát is 2011-ben, úgyhogy maga a technológia az abszolút kiporzásmentes, abszolút a mai kornak megfelelő és a legjobb elérhető technológia. Akkor itt nem csak a környezettudatosság, hanem az egészségtudatosság is kapcsolódik ehhez a témakörhöz. Így van, az egészségtudatosság is maximálisan, és az idei évben tervezzük azt, hogy egy nagy fejlesztést is megvalósítunk ehhez kötődően, hiszen rákötjük most tulajdonképpen a bányát a mostani vízhálózatra, ami ott a közelben elérhetővé válik. Milyen úton módon lehet ez a programhoz csatlakozni, gyakorlatilag van-e határidő, ameddig gyakorlatilag jelentkezni lehet? A jelentkezés az folyamatos, a honlapunkon a www.lafarge.hu-n keresztül lehet jelentkezni mindkét időpontra, tehát június 7-ére, ahova a családokat várjuk elsősorban, illetve a baráti társaságokat, és június 12, ahova pedig az iskolás csoportokat, mind a kettőre online várjuk a jelentkezéseket, illetve hogyha további kérdés van pontosan a csoportoknak a hosszával kapcsolatosan, a programmal kapcsolatosan, akkor telefonon a kollégáim állnak rendelkezésre. Sikeres lebonyolítást kívánok! Köszönjük szépen! Május 26-án ismét urnához járul az ország, és persze a lőrinciek is. Európai Uniós képviselőket fogunk választani, mégpedig pártlistára leadott szavazatainkkal. Az eligazodásban nyújt segítséget két esemény beszámolója. Schneider Tamás a Jobbik elnöke Baranya megyében tett látogatása során ellátogatott Szent Lőrincre is, ahol fogadta őt hivatalában Koltai Péter, a város polgármestere. A pártelnök tájékoztatta őt pártja EP választással kapcsolatos programjáról, a Jobbik migrációval kapcsolatos álláspontjáról. Mindezt a következőkben foglalta össze televíziónk számára. Hamarosan egy komoly választás lesz Magyarországon, az Európai Uniós választás, amelynek komoly a tétje, nem mindegy, hogy mire fognak szavazni az emberek, milyen pártokra, hiszen látjuk jól, hogy az Európai Unió komoly átalakuláson megy keresztül, és komoly átalakulás történt a magyar politikai életben. A jelenlegi kormánypártot, az Európai Néppárt felfüggesztette,
felfüggesztette annak tagságát, és várhatóan az eredményektől függően ki is fogják zárni az Európai Néppártból. Ez maga után vonhatja azt is, hogy egyszerűen nem lesznek olyan lobby tevékenység közelébe, ami segíthetné Magyarországnak a fejlődését. És nyilvánvalóan az Európai Uniónak szüksége van partnerekre a Fidesz helyett, akikkel szót tud érteni, és mi azt szeretnénk, hogyha ezek a partnerek, a partner a Jobbik lenne az elkövetkező időszakban. Ezért kérjük azt, hogy minél többen szavazzanak a Jobbikra, nem mindegy, hogy hány képviselőnk lesz az Európai Parlamentben. A másik nagyon fontos kérdés most, hogy mi is történik Magyarországon, milyen folyamatok zajlanak. Mindenki tudja jól, hogy milyen mértékű a korrupció ebben az országban, és azt is lehet látni, hogy az elmúlt 10 évben iszonyúan elszegényedett Magyarország. Ennek köszönhetően sajnos 100 000-ek vándoroltak ki az országból, és most a helyükre az utóbbi években a Fidesz bevándorlókat telepít folyamatosan. Mongol, kínai, ukrán, vietnámi bevándorlókat, amelyek szerte az országon mindenhol megtalálhatók, és már sok 100 000-en, vagy legalábbis több 10 000-en vannak, kb. 150 000 munkavállaló van, aki ezekből az országokból érkezett, és a magyar emberek munkahelyét foglalta el, azoknak a magyar embereknek a munkahelyét, akik kivándoroltak az Európai Unióba. A Jobbiknak évek óta az a kívánsága, hogy a béruniós programunk, amit mi elterveztünk, elképzeltünk, az megvalósuljon. Ha a bérunió megvalósulna az európai államok között, akkor értelemszerűen nem kéne kivándorolni a magyar embereknek, nem kéne elvándorolni Baranya megyéből sem, hanem meg tudnának élni a saját településükön, a rokonaik, a családjuk és a barátaik körében, és nem kellene, hogy idegeneket telepítsen be a Fidesz 10 000-ével Magyarországra. Ez most a tétje tulajdonképpen ennek a választásnak, hogy lesz egy lakosságcsere Magyarországon, kicserélik-e a magyarságot idegen emberekre a Fidesz révén, vagy pedig megmaradunk magyarnak a saját hazánkba. Mi ezt szeretnénk elérni, ezért indulunk ezen a választáson, ezért kérjük, hogy minél többen szavazzanak ránk. A Fidesz is folytatja EP kampányát a választókörzetben. Nagy Csaba országgyűlési képviselő meghívására Kubatov Gábor pártigazgató tartott választási fórumot Szigetváron. Ennek keretében uniós és hazai aktualitások is terítékre kerültek, és ennek lényege a következő. Lakossági fórumot tartunk. Ez beleírjuk abba a 200-220 fórumba, amit az EP választásokat megelőzően tartani szoktunk. Én már talán a 4. vagy 5. helyen is vagyok. Nagyon érdekes benyomásaim vannak, mert ezek nem ilyen tipikus fideszes fórumok, hanem annál több. Azt veszem észre, hogy ez a téma, a migráció kérdése sokkal több embert megérint, mint egyébként egy átlagos politikai téma. Az is jól látható, hogy az emberek osztják azt a véleményünket, hogy nem lehet Európában kettős mércét alkalmazni. Nem lehet kettős mércét alkalmazni Brüsszelnek, vagy a brüsszeli bürokratáknak. Most a minap kijött a babaváró kötvénynek a brüsszeli támadása, amikor azt mondják, hogy ez versenyjogi szabályokat sért. Azt lehet látni, hogy mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a mi intézkedéseinket semmisé tegyék, de közben nyakló nélkül adják a migránskártyát olyan embereknek, akikről azt se tudjuk, hogy kicsodák. Ezért aztán többek között ezek a lényegi témák lesznek most itt a támogatóinkkal találkozunk, olyan emberekkel, akik támogatják Orbán Viktor programját, és abban reménykedünk, hogy az EP választásokon, ami kb. 10 nap múlva, vagy kevesebb, mint 2 hét múlva lesz, eljönnek és támogatnak minket. Minél több szavazatot kapunk majd a mostani választáson, annál erősebb lesz a hangunk Brüsszelben, annál jobban tudjuk képviselni azt az érdeket, hogy Európának változtatni kell a migrációs politikája. Az igazi nagy tét az, hogy az Európai Unióban a döntéshozatalban a bevándorlás párti vagy a bevándorlás ellenző erők kerülnek többségbe, és mi abban reménykedünk, hogy olyan többségbe kerülünk a bevándorlás párti véleményünkkel, és olyan szövetségeseink lesznek, akik igazán tudnak majd változtatni Európa sorsán. Ez minden választás előtt azt szoktuk mondani, hogy ez a döntő kérdés, hogy most aztán tényleg nagyon fontos választás, de ez azt gondolom a mostani választás valóban meghatározza Európa elkövetkezendő évtizedeit. Ne feledjék, május 26-án Európa parlamenti választások lesznek idehaza, s így Lőrincen is. Éljenek állampolgári jogukkal, szavazzanak az önök számára szimpatikus pártra.
Kedves nézőink, ennyi fért mostani összeállításunkba. Köszönöm, hogy minket választottak a viszontlátásra.